hatatlanul bele is kezdünk a csütörtöki Nagy szeretettel köszöntöm a ránk hangolódókat. 2024 május másodika van. Egy kis pihenés után folytatódik a munkahetünk. Balogh Feri a mikrofon mögött. Köszöntöm a Facebookon minket élőben képpel, hanggal együtt figyelemmel kísérőket. Kellemes délután majd a 18 órás ismétlés hallgatóinak. És nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendége, dr. Ribül Antalt, délegyháza polgármesterét. Üdvözlet, polgármester úr. Üdvözöllek, és sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Bele is kezdünk a beszélgetésbe. Mikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor közösen ültetek be a stúdióba országgyűlési képviselő úrral, és ennek a beszélgetésnek azért van lecsengése, hisz a lakossági tájékoztató lesz jövő héten kedden az árakutcai bánya ügyében. Mi most a helyzet ezzel kapcsolatban? Ugye legutóbb a rádióban itt ö, tudomásul vettétek, és te is elmondtad, hogy tudomásul veszed, hogy az állam igény tart a földben lévő nyersanyagokra, ásványkincsekre, hiszen ez az államtulajdona a kitermelés, azonban a közelben lakók életminőségét nyilván negatívan befolyásolja. Ez érezhető, ez az ellentmondás, ez hogy lehet feloldani? Erre, erre irányul majd a keddi tájékoztató? Hát igen, mert ö ugye két részre bontanám a dolgot, van az úgynevezett gigabánya a Lacházán, és a határában, az jó messzi van a lakott területektől, illetve van az Árok bánya, amely pedig közvetlenül ott van a lakott területek mellett, hogy ez hogy alakult ki, ezt most nem részletezném, a délegyháziak azt hiszem tudják, tehát de azért elmondom, tehát úgy volt, hogy azt hittük, hogy amikor még kevesen laknak, gyorsan kíványásszák elmennek, aztán mindenki boldogan él. Aztán ez a folyamat megrekedt, viszont az építkezések gyorsak lettek, gyorsan betelepültek, és most már egyáltalán nem kívánjuk a kavicsbányát oda, és meg is teszünk mindent azért, hogy ez ne legyen, hiszen például a, kiszáll a kiszállítási útvonal egy olyan sűrűn lakta területet érint, ahol egész egyszerűen nem lehet nem élni. És ez csak egy példa a sok közül. Úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez ne valósuljon meg. Ilyen jogi trükkökhez is kellett folyamodnunk, hogy bevásároltuk magunkat ebbe a földterületbe, és most már nem csak mint hatóság, hanem mint tulajdonos is föl fogunk lépni a ellen. Mint, mint tulajdonos, az úgy érted, hogy a szomszéd telkek tulajdonosa, és így módon ő, résztvevői vagytok az eljárásban? Nem, 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 nem. Ez, ez most még egy nagy termőföld, mondjuk 15 hektár, és abból vettünk mi egy másfél hektárnyit, ha jól emlékszem, azért, hogy velünk is meg kelljen állapodni, mert ez az eljárás része és mi hát nyilván itt sem fogunk megállapodni, és az is, én azt hiszem, hogy időt vesz igénybe. Amíg kicsit, ezt kicsit visszatérve akkor a legutóbbi megmondja. beszélgetésre, hogy rendet tegyünk az én fejembe, de lehet, hogy akkor a hallgatóknál is nem. Tehát akkor két külön dolog van, tehát van a nagybánya, aminek működését nyilván tudomásul veszitek és ez most egy a településhez igencsak közel lévő, újonnan nyitandó, vagy újonnan működésnek induló bányáról lenne szó, amelyet hát minden eszközzel próbáltok megakadályozni. Így van, a nagybánya az messze van tőlünk, kevésbé zavar, tudomásul veszük az állam igényét, meg Magyarország igényét arra, hogy lehessen beton csinálni, meg járdát, meg nem tudom én micsoda készül a kavicsból, de nagyon szeretnénk elkerülni, hogy a lakosainkat ilyen közvetlenül hátrányok érintsék. Nyilván itt a, az ügyvédi jogászi tapasztalatod, illetve tudásod is segít abban, hogy, hogy minden módot, lehetőséget megragadjatok, hogy ezt megakadályozzátok. Ugye erre vonatkozott az előző mondatod is, hogy bevásároltátok magatokat a területbe. Milyen kimenetelei várhatok? Nyilván megnyit, vagy nem nyit meg, megindul a termelés, vagy nem indul meg a termelés, de ez több évig is ez elhúzódhat. Hát én nagyon nem szeretnék odáig menni, hogy egy lakossági tiltakozás legyen, ami aztán, mint például Madocsán volt, tehát az, az az utolsó lépés. Mi szeretnénk itt kvázi békés, meg polgári keretek között maradni. Azt tudomásul kell venni a bányavállalkozónak, hogy itt lényeges és súlyos érdekeket sértene, és nem hiszem, hogy boldog lenne attól, hogy mondjuk ezen embernek az életét megkeseríti már csak a kisugázása se lenne ez, ennek jó, azt hiszem. Ez a bánya vállalkozás egyébként nálatok más területen működik már? Tehát termelnek ki? Ez az agrokém, precíziós agrokémia, ha jól emlékszem a nevére, bányává, most bukkant föl egy-két-három éves, soha semmit nem csinált még itt nálunk. Hát nagyon nem szeretném, hogyha mégis csak lenne lehetősége csinálni bármit is. Nyilván személyesen leültetek, tárgyaltatok, ők hajlamosak, vagy látnak, láttok hajlandóságot arra, hogy elálljanak a tervüktől, szándékuktól? Nem látok sajnos. Tehát bejöttek hozzám, elmondták, én megmondtam, hogy nem szeretné. Senki, ők ennek ellenére beadták az engedélyeket, hát ö, akkor most az említett keretek között harcolni fogunk. És ahogy mondtam, a folytatásban egy műanyag újrahasznosítással foglalkozó cégről beszélünk, akik beköszöntek a településre és bemutatót tartottak, hogy mivel is foglalkoznának. Ugye a képviselők előadták a helyszínen, elmagyarázták, hogy pontosan miről lenne szó. Hát ebben kérném polgármester úr segítségét, hogy a kedves hallgatóinknak is mondjuk el. Nyilván az, hogy műanyag újrahasznosítás, ez nem feltétlenül mond el túl sok mindent. Hát azt kell mondani, hogy azzal nyitottak a, az urak, hogy ma az egész világon olyan, mint hogy műanyag újrahasznosítás, ez nagyon gyerekcipőben jár. És mondhatjuk azt, most erős kifejezést fogok használni, hogy ez, ez hogy bizonyos gyors láncoknál, meg egyéb helyeken kitiltják az evőeszközöket, már a műanyag evőeszközöket. Meg műanyag szívószálakat. Igen, ez parasztvakítás. Tehát ez marketing, ez semmi. Ez a nem mérhető ennek a hatása az össz forgalomhoz, hogy így mondjam. És óceánokon úszkálnak, meg a földre alá kerülnek, soha nem bomlanak le, és hogyha becsukjuk a szemünket, ez továbbra is így fog lenni, és nekik van egy eljárásuk, ez a pirolízises eljárás, és elmondták, hogy amikor arról beszélnek, hogy pirolízis, mindenki fogja a fejét, hogy ez nem jó, ez borzasztó, ez, ez hatástalan. Hát meg Én... már fogja a fejét, hogy fogalma sincs, hogy mi az. Pontosan a pirolízis alatt mit ért Hát az mi? ő, ő szakmabeliek hát. tudják, hogy miről van szó, de mégis azt mondják, hogy ez nem támogatható megoldás. Mindenki ezt mondja egyébként. És ezért aztán az ő eljárásokat egy belga kifejezetten szaktekintének örvendő intézmény megvizsgálta, és csak jókat tudnak erről mondani. Na most ez egy Amerikában bejegyzett cég, csak Vég Péter úr, aki az egyik magyarországi képviselője, az nálunk él a Robinson, illetve nálunk van mondjuk itt hétvégi háza a délegyházi parkban, Robinson parkban, és nem szeretne olyan messzi menni, mondjuk Sopron zsadányba, ahol befogadnák ezt a bemutató termet, amelynek az a célja, hogy az egész világnak bemutassák, hogy ez a fajta pirolízises eljárás, amit ők ö, szorgalmaznak, vagy ők fejlesztenek ki, ö, milyen következményekkel járnak, tehát, hogy meg tudjuk oldani a világ problémáját. És itt, egy, ahogy elmondták, egy üvegfalon keresztül mutatják be az eljárásokat hozzáértőknek, szakértőknek, meg persze az érdeklődőknek is, olyanoknak, mint én, és hát ehhez keresnének területet. Most azt nem fogom megmondani, hogy milyen területek jöttek szóba nyilván, mert hát ez az üzleti része ennek, de tetszik nekik déletje, ez különösen Vég úrnak, mert neki, ahogy mondom, itt van ingatlana, és ha valaki megkérdőjelezni, hogyha Vég akinek itt van ingatlana, ide akarja hozni, akkor milyen környezeti károkat okozhat, de ezt most tegyük zárójelbe. De ami még fontosabb, hogy én nagy híve vagyok az őszinteségnek, mert én itt nőttem föl délegyházán, tehát hozzám jöhetnek az emberek bizalommal, mert mindig a szemükbe tudok nézni. Ott kezdődik, hogy a lakosság elutasítja ezt a beruházást, akkor nem lesz. Tehát én nem fogom béka alá rejteni, és majd az utolsó pillanatban előhozakodni, hanem most, amikor az első látogatásukat megtették, nyilvánosságra hoztam, és folytassunk róla a beszélgetést, legyenek érvek, legyenek ellenérvek, és ha azok a nézet jut érvényre, hogy ne legyen, akkor nem lesz. Mert a legfontosabb az, hogy élhető maradjon. Életház, és jól is érezzük magunkat is, én ezt és én ezt vallom is, és persze ennek egyébként nem is, nem is, igazán az anyagi része, ami, ami, fontos, hanem például konferencia turizmus, hogy ott legyenek munkahelyek, de még sorolhatnám az előnyöket, de nem vagyok a fogadott vagy fogadatlan prókátoruk. Döntsék el a, a helyiek, hogy hogy szeretnék élni az életüket, hogy szeretnének élni délegyházán. A hír hallatán első benyomásra hogy csapódott le a lakosságba? Lehet már érezni, vagy nyilván kell egy kis időt hagyni ennek? Hát, még hagy... hát először, a, a, akik nyilván aggódnak a környezetért, azok azt gondolják, hogy ez hulladék lerakó lesz, vagy akkumulátor, nem tudom én, gyártó, de hát erről szó nincs. Itt ez egy 10-15-20 éves tendencia lenne, ha egyáltalán belekezdünk. Tehát ide fognak jönni szakavatott emberek, mérnökök, közgazdászok, stb. stb. környezetvédők, és, és el fogják mondani a széles közönségnek, laikusoknak is, laikus módon, hozzáértőknek meg. Hozzáértő módon, hogy mit szeretnének, gondolom mérésekkel alá fogják támasztani, és ezeknek az információknak a birtokában dönthet a település, elsősorban a település, és utána persze majd a hatóságok, hogyha ebbe a szakba kerül a dolog. Nyilván egy ilyen helyzetben mérlegelni kell, hogy van-e a, a, a vélemény, az többségi vélemény, vagy csak, a, vagy csak a hangos, de kisebbségi vélemény, és amikor ezt hát többé-kevésbé az ember átlátta, hogy mekkora is a, az esetleges tiltakozás, illetve a támogatás, végső soron akkor akár egy népszavazás is kiírásra kerül, hogyha olyannyira bérleg, mérleg nyelve nem tud eldőlni. Hát el, a, vagy az én arra? szándékom szerint nyilván népszavazáson fogjuk ezt eldönteni, mert ekkora a a kérdés. Sőt, még ha nem ügydöntő erejű, hogyha 40 körül lenne az elutasítottság, akkor is fontolóra vennénk, hogy megvalósuljon vagy sem, hiszen, nem, nem mindig a többségnek van igaza azért, ezt lássuk be mikorra várhatóak ezek, vagy most ugye, nyilván ez a hír, ez most ö, jött felszínre, most ö, értesültek értesültekről a lakók, ahogy mondtam, ennek nyilván kell egy kifutási idő, mindenki megrágja, megfontolja, tájékoztatást kellő mértékben és ö, mélységben megkapja. Mikorra várható itt döntés? Én azt gondolom, hogy ö, a választásokra tekintettel is, ez nyilván már az új képviselőtestület, az új polgármester, ha lesz ö, feladata, ha, ha én maradok, akkor nyilván ez az eljárás lesz, ha nem én maradok, akkor, akkor meg nem tudom, mi lesz. Én úgy gondolom, hogy ennek a végső elkészülési ideje évtizedekben mérhető. Hiszen maga a technológia is egy forradalmi. Tehát nem csak nekünk magyaroknak, meg déletjáziaknak kell ezt elfogadni, hanem az egész világnak hiszen ekkora léptékű lenne ez a beruházás. Utakkal, útépítéssel, összekötő utak javításával megyünk tovább. Elkezdődött ugyanis a munka az új összekötő után a József Attila utcában folytatják, vagy a folytatása ennek az utcának. Mikor lesz kész a beruházás, és hol tart Nem, most? bocsánat, Lajos utca folytatása. Kossuth Lajos. bocsánat, minden esetre egy hm. híres magyar, akkor ezt itt igen, tottunk, igen, 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 De Kossuth Lajos utca folytatásáról van szó, ezt kérdezem Ribblantartó a polgármesterétől. Hát ö... Ugye 3000-ből 6000-en lettünk, és főleg azon a település részen, ahonnan reggelente indulnak iskolába, meg munkahelyre gépjárművel, meg megközelítik a vasútállomást, ami most persze nem működik, de mindegy, ott van a buszmegálló is. Na, a lényeg, a lényeg, hogy iszonyatos forgalom van, alig lehet átmenni az egyik oldalra a másikkal gyalogosan, ezért ezt a közlekedési helyzetet meg kellene oldani, ez a feltevésünk, és a kossuth utcát össze fogjuk kötni a Varsány délegyházi úttal, és nagyon jól haladunk már. Az a terv, hogy május 31-e környékére átadjuk, illetve még előbb, mert a gyermeknapot még előbb tartjuk, és ott lesz aszfaltra is verseny. Erre tettek ígéretet nekem az építők, holott mondjuk a szerződésük szeptemberig tarthatna, de nagyon aranyosak is látják a problémámat és segíteni akarnak. Ez milyen forrásból valósul meg? Teljes mértékben saját forrásból. Uniós források jelen pillanatban nincsenek, ezt megspóroltuk, de nem csak ezt spóroltuk meg egyébként, hanem megvásároltuk a környéken lévő összes földterületet, illetve visszavásároltuk, mert régen te ez a miénk volt, de vagyjuk, ez most nem a kampány helye és egy új település központot szeretnénk kialakítani, ahol megfelelő mennyiségű zöld, meg, meg üzlet, ház lesz, úgyhogy ez egy élhető közösség. És majd majdnem sétáló utca lesz a Rákóczi útnak a, az a része, amit most nem veszünk igénybe. A továbbiakban Délegyháza születésnapjáról legyen szó, ugyanis most ünnepeltétek, ez alkalomból pedig megnyílt egy helytörténeti gyűjtemény is. Kicsit a születésnap apropóján akkor Délegyháza történetéről és erről a helytörténeti gyűjteményről is beszéljünk. Igen, hát most ugye 75 év telt el az ominózus elhatározás óta, 1940 Határoztak úgy az eleink, hogy, hogy ők már pedig önállósulni szeretnének. A szolványtanyákból és egyéb helyekről. Meg a vasút is ide költözött, és házi átpád, már egy kommunista ember volt, de azért, azért múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy az önálló lett, ezt nem is tagadjuk, sőt az Árpád utca nálunk nem Árpád fejedelemről van elnevezve, zárójelben mondom, hanem házi Árpádról, ezt bezártuk csak az anekdóta kedvéért, mondtam. Nos, egy régi igény merült fel a régi délegyháziaktól, hogy gyűjtsük már össze azokat a tárgyi emlékeket, amelyek megvannak. És ennek keretében el kellett határozni, hogy mikor is alakultunk, mert többféle verzió volt, egyesek 48-ra tették, mások már 30-as évekre, és a levéltári kutatások alapján úgy döntött az értéktárbizottságunk, a régi öregekből álló értéktárbizottságunk, hogy bár az önállóság napja az 1950. január 1, nyilván érthető okokból, de hát akkor nem olyan jó ünnepelni, mondjuk. És néztünk egy másik dátumot, az pedig az volt, amikor igazán elhatározták az eleink, hogy már pedig mi önállóak leszünk. Ez 1949. április 24-én volt, és ez lesz a a születésnapja, májusban pedig a szervezet és működési szabályzatban is bekívánjuk emelni ezt a neves dátumot, és ünnepelni fogjuk minden évben. Spicit beszéljünk erről a helytörténeti gyűjteményről. Miket gyűjtöttetek össze, mi az, amit felleltetek még? A mángordlók, a török temetőből lévő koponya, azt hiszem az is ott van, fényképek, fotók, akkor az egyik társunk hozott egy olyan kefét, amit az édesanyja kézzel csomózott, még nem is láttam életem véget, hogy otthon Kézzel csomóztak volna, akkor berendeztek egy, egy szobát, ami úgy nézett ki, mint régen, meg egy konyhát is, és most azt csinálják majd, hogy egy kivetítőn fognak menni ezek a dokumentumok, meg a fényképek alá mondással Ehhez pedig várjuk majd a fiatalokat, akik a mostani modern technológiát uralják, már ilyen értelemben, de nagyon kedves, és mindenki beszélgetett, mindenkinek az emlékek feltolultak, nagyon jó hangulatú kis rendezvény volt. Ez a hely történeti gyűjtemény meddig tekinthető meg, hol tekinthető meg? Ez úgy van, hogy a könyvtár mellett van, tehát a könyvtári nyitvatartási órákban Bujáki Ancsika, a könyvtár vezetője be fogja mutatni, hogy mi minden van délegyházán. Úgyhogy bátran hívok mindenkit a könyvtári nyitvatartásba. Most azért nem mondom, mert egy picit változni fog ez a nyitvatartás, de ahogy lesz egy fix időpont, akkor szeretettel várunk mindenkit. Illetve olyan terv is volt, hogy, hogy akik messziről jönnének, azok telefonon bejelentkezhetnek, akár hétvégén is, és akkor szakavatott kalauz áll rendelkezésükre. Akinek felkeltettük ezzel kapcsolatosan az érdeklődését, tehát Délegyháza a social média felületeit, webes felületeit kövesse, illetőleg a könyvtár felületeit nézze meg, hamarosan ott akkor az új nyitvatartás megtalálható, illetőleg a bejelentkezés az adott elérhetőségeken megtehető. Többször beszéltünk, már jön a jó idő, Délegyháza üdülő övezetéről ilyenkor azért mindig szót ejtünk, benépesül az üdülőterület mi az, amire ilyenkor különösen fel kell, fel kellene hívni a figyelmet? Most adjanak le, amikor belemennek a vízbe. Ez az első, ezt minden délegyházi tudja, mert ezt montrázzuk az iskolába, sőt már az óvodába is, meg hogy tanuljanak meg úszni. Tehát az, az nem jó megoldás, amit régen csináltak a szülők, sajnos nálunk is rossz gyakorlat, hogy nem engedték le a tóra. Nálunk pedig az van, hogy van délegyházán strand, tessék oda lemenni, vagy tessék megtanulni évközben a tornaórakon, de mindenki tudjon úszni, mert ott, ahol a közigazgatási terület 70%-a víz, ott kell tudni úszni, ez olyan, mint hogy a matróz nem tudna úszni, tehát ez alapfeltétel, de ne ugráljunk be a, a hidakról, parcéléről, stégekről, mert az nagyon nagy életveszély. Most a felhevült testtel való vízbeugrásról ja, beszélsz, csak azért, mert mosakodást hittem, azt hittem, hogy nagyon sok koszos ember van esetleg, hogy erre külön fel kell hívni a ja, Bocsánat, nem, de... csak nálunk ezt így, így tanítjuk, hogy mosagodjatok le, amikor beentek a, a vízbe. Igen, így van, felhevült testtel nem menjünk a többször Bár. beszéltünk már arról is, hogy ilyenkor kifejezetten a, a hulladék kezelésre is felhívjátok a figyelmet az üdülőüvezet területén. Ugye egyrészt azért, mert itt időszakosan van a hulladékszállítás, másrészt pedig azért, mert az érkező üdülni vágyók nem feltétlenül tartják be a együttélés ide vonatkozó szabályait. Nagy szerencsénk van a Horgász Egyesülettel, illetve van, van egy szerződésünk, hogy nekik nem kell fizetni az egyes hármas tavak haszonbérleti díját, ellenben rendet kell tartani, tisztán kell tartani, és maximálisan együttműködünk, hogy az ő hogy is mondjam, erejüket is meghaladja ez a feladat, az sokszor előfordul, mert sajnos Magyarország még ilyen, és nagyon sok dolgunk van azon, hogy megtanuljuk a, megtanuljunk a környezetünkkel felelősen bánni, így a hulladékok vonatkozásában is. Ha már a hulladékot szóba hoztam, a hulladék szállítása, üdülő területen ezen időszakban változik, vagy ilyenkor bekapcsolódik, vagy az év többi részén is itt is történik hulladék. Az egész közigazgatási területtől viszik. Most annyi történt, hogy a Covid alatt nehéz helyzetbe kerültek a, a hulladékszállítók, és sikerült kiharcolniuk, hogy a vasárnapi szállítás kerüljön át hétfőre, amikor nekik olcsóbb a munkaerő. És hát megértettük az ő helyzetüket, és azt az a vívmányt, amit mondjuk 2013-ban elértem, fel kellett adni, de bízunk abban, hogy ennek fejében pedig a színvonal nem fog csökkenni, mert tudjuk nagyon jó, hogy milyen nehézségek között szerepelnek. Beszélgetésünk zárásaként programokról, eseményekről esen szó, először egy kis múltba révedéssel. A táncvilágnapja már mögöttünk van, de. Így léptél be egyébként a, a szerkesztőségünkbe a zene hallatán, hogy szamba, nálatok nálatokra igen, a táncvilágnapján? Na, hogy telt ez a világnap? Hát három órakor kezdődött, és este nyolcig teli volt a kultúrház előtti rész, mert ez egy szabadtéri rendezvény volt, és jöttek a öt éves táncosoktól kezdve a, hát azt hiszem a legidősebb mondjuk 80 éves lehetett, és mindenki nagyon happy volt, és nagyon boldog volt, és volt szamba, volt senior tánc, volt uh, hip-hop, és még nem tudom, country zene, country sok kezdeményezték, tehát nagyon jó hangulatú volt, és mindenki boldog volt, és szerettük egymást, és, és hát ez a tánc ez egy valami fantasztikus elfoglaltság, és mindenkinek ajánlom, bár én botlábú vagyok, de még engem is megtáncoltattak, nagyon jó volt. És a tánc tud közös nyelv lenni még a egyébként egymás nyelvét nem beszélők között is egy összekötő kapocs. Megnyílik az ikonikus rönkös terasz, tervezetten azért június 1 illetőleg valamikor előtte. Mit lehet tudni erről az ikonikus helyről? Hát bezárt a hely, többféle haláleset volt, ezt most erre most is térjünk vissza, mert nagyon gyászos. Az önkormányzatunk megvásárolta ezt a területet különféle jogi trükkök segítségével, majd meghirdettük pályázat, és nagyon jó kézbe került egyébként a helyi önkéntes tűzoltók vezetője, vette meg és családja, akiknek van vendéglátós tapasztalatuk, és kérésemnek elegettéve június elején legalább a teraszt megnyitják, aztán majd fokozatosan a belső nagytermet, ahol, ahol, még többen elférnek, és reméljük, hogy délegyháza sok mindenről nevezetes, de erről nagyon, tehát a rönkösbe bátran jöhetett ja, mindenki, mert ott olyan kiszolgálást találta, hogy, hogy ezeket megemlegetni már pozitív irányba. Végezetül az eseményekről, programokról említetted, hogy a közelgő események sora a gyereknappal, a gyermeknappal kezdődik. Erről mit lehet, mit tudunk elmondani a hallgatóinknak? Hát van a Bursni, ahol van az English Pill, meg nem tudom, hogy micsoda. Na, az nálunk nem lesz, hanem az lesz, hogy népi játékok lesznek, meg, meg, minden olyan, amit régen mondjuk a 19, 20. század elején játszottak a, a mai magyar kisgyerekek, és ilyen népi játszótérnek is nevezhetnénk ezt. Lesz futball, lesz vattacukor, lesz palacsinta, lesz mánaszölt, amit a nyugdíjas klub meg, a, meg az egyéb civil szervezetek, most senkit nem akarok megbántani, hogy kik, kik szoktak még ott szerep, szerepet kapni. Lesz horgászverseny, és ha minden igaz, akkor jön hozzánk a rendőrség is nagy erőkkel bemutatót tartani. Tehát ö, azt kell mondani, hogy nem csak a helyi rendőrség, hanem országos szintű bemutatót tervezünk. Én nagyon remélem, hogy ez megvalósul, és mindent meg is teszünk ezért. Helyileg és időpontilag ez mikor és hol látható? Ez ma? az átkötő úton lesz, már az aszpartalai verseny, és ott, ahol egyébként szokott lenni a falunapi rendezvényünk, tehát ez a település központon, amit már mindenki nagyon szeret és ismer ezzel zárjuk a mai beszélgetést, szóval gyereknapi rendezvényre fel. Délegyház a polgármesterét láttuk vendégül, dr. Riblantat, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott. Én is hozzá. köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek szép napot kívánok.